csapnak össze. Beáll csillagkapu is, valamennyi ló a helyére kerül. Start elindult a Németh Ferenc emlékkup újabb felvonása, és Rencének gyengén sikerül a kezdés, az indulás, rögtön szeret magának összeegy a jó 6-8-10 hosszas hátrány. Csillagkapu viszont jól kezd, és diktálja a tempót. Csillagkapu nyakán azonban tulajdonképpen ott van a fél mező, Starlit Skyt látom egészen közel, remekű kezdett, művész élek egészen kívül, Módos is ott van közel hozzájuk, aztán Lavell érkezik, valamint Álomanó. Rencé is utolérte a csapatot, Nexus sincs egyelőre még messze, úgyhogy szépen együtt mind a 8 résztvevő, az élen azonban biztosan Csillagkapu. Csillagkaput átvezet, mellett ott van szorosan művészélek, Csillagkapu, és művészélek mögöttük Starlit Sky rendszer folyamatosan javít a pozícióján, olyannyira, hogy a kanyar közepe felé felmegy most már a vezető Csillagkapu mellé. Csillagkapu és Rence, aztán Starlit Sky és művészélek, közel van Módos, közel van Lavell, Nexus egyelőre a sor végén, Álomanó van néhány hosszal lemaradva. Jön a minimezőny, a befutóra, és ebből még bármi lehetséges, bár az éren ellépni látszik Csillagkapu, illetve Rence. Rence némi meglepetése, gyenge startja ellenére át tudja talán most már venni a vezetést. Rence Benkő Ádámmal az élen, jön az utolsó 300 méter, Rence behúz a falra, és növeli az előnyét. Rencét majd kívül talán Lavell támadhatja, Csillagkapu is közel van, jön művészélek, jön Stáriszkály, egészen kívül pedig Módos, de vezető Rencének már csak 100 méter van hátra. Rence hazaérhet, Stáriszkály rohamoz, Lavell rohamoz, Rence kezd egy picit fáradni, de már nincs sok hátra, és Rence Benkő Ádámmal megnyeri a futamot. Rence a nyerő, Rence mögött Starlit Sky, és talán Módos bejön harmadiknak, művészének is nagyon közel. Benkő Ádám Rencével, kérem szépen. Egy tragikus indulás után nyeri a versenyt. Úgy örül Benkő Ádám, nem csodálom első sikere. Mondtam róla, hogy ugye nyeretlenbe az a 36-os forma, az kimondottan jó. Ahhoz képest ő most sokkal jobban áll handicapben. Kérdés, hogy meg tudja ismételni ezt a jobb formáját, hiszen ő ugye handicapben előtte mindössze 30-at futott, legalábbis ugye a számolt formák alapján. És úgy tűnik, hogy megfutja még akkor is, hogy hát igencsak gyengén alakult számára a verseny eleje. Szálickája a második, során szerintem Módos ötös, lesz a harmadik. A második és harmadik helyre célfotó. Természetesen célfotó. Én azt gondolom, hogy 5-7-2.